Agrárfórum 62 ezer vidékfejlesztési pályázatból 11 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a Földművelésügyi Minisztériumhoz, hangzott el Napkoron. Közeleg a határidő, március 20-áig érvényesíthetik igazolványukat az őstermelők. Helyi adók, Nyíregyházán 4 milliárd forintos bevételre számít az önkormányzat, amelynek 70%-át az iparűzési adó teszi ki. Hatvankétezer vidékfejlesztési pályázatból 11 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a Földművelésügyi Minisztériumhoz. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt 7 év alatt az 1300 milliárd forintos mezőgazdasági fejlesztésekre szánt támogatásból 120 milliárdot a szabolcsi gazdák nyertek el. Ezek az adatok a kedden Napkoron tartott agrárfórumon hangzottak el. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerint ez is azt jelenti, hogy a térség legerősebb profilja a mezőgazdaság. Az elmúlt években a Napkoron megvalósult fejlesztések meghaladták az 1,4 milliárd forintot. Ezek közül az egyik legfontosabb a napkori időjárási radarállomás felújítása volt, amely nemrég fejeződött be. A beruházás 152 millió forintba került, amelyhez a Földművelésügyi Minisztérium 85,5 millió forintos támogatást nyújtott. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elsősorban még mindig a mezőgazdaságból él, ezért az itteni gazdáknak nagy segítséget jelenthet ez a napkori beruházás. A megye mezőgazdasági szempontból nagyon erős, és nagyon értékes kultúrákat tudhat magáénak. Elég itt a pálinkákra gondolni, a szatmári szilva, a szabolcsi alma, újfejetői megy, illetve azok a gyümölcsfajták, amelyeken ezek alapulnak, a nem tudom szilva, vagy az almafajták természetesen a fürtös megy ebbe a kategóriába tartozik. És itt a feldolgozás vonatkozásában is én bízom, hogy abban, hogy sikerül majd előrébb lépni, hogy minél több késztermék kerüljön, feldolgozott termék kerüljön a belső piacokra. A növénytermesztés mellett a megye állattartó profilja is erős. Ez különösen igaz a baromfi tenyésztésre, amely európai viszonylatban is kiemelkedő minőségűnek számít. Emellett azonban fontosak a gazdák számára a helyi piacok is, hiszen csak Napkoron mintegy 500 őstermelő van, aki rendszeresen beszállít a nyíregyházi piacra vagy a környező települések gyermekétkeztetési konyháira. A kormány tovább szeretné erősíteni a térség mezőgazdasági jelentőségét, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal gazdákra. Ők számos előnyt élvezhetnek a pályázati lehetőségeknél és a földvásárlás esetében is. Megkezdődött egy generációváltás, és itt a kis és közepes családi gazdaságok jellemzőek a térségben. Én úgy látom, hogy el tudják sajátítani a legkorszerűbb számítástechnikai megoldásokat az agrárdigitalizációnak, az eredményeit, olyan ültetvénytelepítések, vannak almaültetvények például, amelyekre méltán lehetünk büszkék, és mutatják azt, hogy megvan a szakértelem, megvan a újító szellem is a fiatalokban. Én bízom benne, hogy ezt a munkát az elkövetkező években is eredmény. Tudják folytatni. Többek között ezt is támogatja a vidékfejlesztési pályázat. Az elmúlt 7 év alatt 1300 milliárd forintot fordított a kormány mezőgazdasági élelmiszeripari fejlesztésekre, amelyből 120 milliárd forintot a szabolcsi gazdák nyertek el üzemfejlesztésekre. A gazdák aktivitását mutatja az is, hogy országosan 62 ezer vidékfejlesztési pályázatot adtak be, ebből több mint az egyhatoda 11 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett. Március 20-áig érvényesíthetik igazolványukat az őstermelők. A határidő azoknak a legfontosabb, akik főállásban termelnek, mert nekik csak így marad folyamatos a jogviszonyuk. Az ügyintézéshez személyesen kell megjelenni, és azt az illetékes falugazdászok is el tudják végezni. Március 20-án jár le az őstermelő igazolvány érvényesítésének határideje. Ez a dátum főként azokat érinti, akik tételes költségelszámolásként adóznak, vagy főállású őstermelők. A jogfolytonosság megőrzése miatt fontos a határidő betartása, ebben az esetben ugyanis az igazolvány visszamenőleg is érvényes január 1-jéig. Aki elmulasztja ezt a március 20-át, annak már nem lehet a költségeit, a vásárolt fóliát vagy bármilyen eszközöket elszámolni az elmúlt időszakról, illetve a folyamatossága, mint a TB járulék fizetése meg fog szakadni, az keletkezik egy olyan rés, amit más módon fog kelleni pótolni, és sok más olyan előnytől is elveszett, ami
amikor számításba veszik azt, hogy hány éves az őstermelő, és folyamatos ezt a folyamatosságot csak akkor tudja biztosítani, ha március 20-áig eljön és érvényesíti. Akik nyugdíjasok vagy munkahely mellett őstermelők, azok ráérnek akár akkor is, amikor az árut értékesíteni akarják, mondjuk ha megy lesz a legközelebbi, vagy Szamóca, vagy akár dohány, az a dohányosok akár ősz tájékán, nyár végén is ráérnek ezt érvényesíteni, mert a TB járulékot más módon rendezik. Az őstermelőknek a területileg illetékes falugazdászhoz kell elmenniük az ügyintézés miatt, amennyiben több mint 20 ezer őstermelőt érvényesítettek már. A kamaránál arra kérik azokat, akik nem főállásban végzik tevékenységüket, hogy ők csak a március 20-ai határidő lejárta után jelentkezzenek. Március 19-én jár le a helyi adók befizetésének határideje. Ez Nyíregyházán közel 45 ezer adózót érint. Az általuk befizetett adókból ebben az időszakban 4 milliárd forintos bevételre számít az önkormányzat, amelynek 70%-át az iparűzési adó teszi ki. Az elmúlt hetekben küldte ki az első fél évre esedékes adók befizetéséről szóló értesítéseket ügyfeleinek a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal adóosztálya. Az értesítő tartalmazza az adózók folyószámlájának egyenlegét a február 15-éig beérkezett befizetések figyelembevételével, a tavalyi évről elmaradt tartozásokat, valamint a 2018-as évre esedékes helyi adókat. Nyíregyházán ez a helyi iparűzési adót, az építményadót, az idegenforgalmi adót jelenti, illetve természetesen ilyenkor a gépjárműadó fizetésről is beszélnünk kell, amely egy átengedett központi adóként funkcionál. Tulajdonképpen minden olyan adózót érinti, akinek az adó, ezekben az adónemekben van fizetési kötelezettsége ebben az évben. Ez közel 45 ezer adózót jelent a városban. Az általuk befizetett adók összegének 70%-át az iparűzési adó teszi ki. Az összegek tekintetében természetesen ez adózónként más és más, hiszen más-más adómértékekkel dolgoznak a különböző adónemekben. Összességében azt lehet mondani, hogy ebben az időszakban 4 milliárd forint feletti adóbevételre számít Nyíregyháza önkormányzatának költségvetése. A jogszabályok szerint a befizetések határideje március 15-e, azonban a nemzeti ünnep és a hozzá kapcsolódó hosszú hétvége miatt ez a határidő március 19-ére tolódott ki. Aki nem fizeti be időben, annak naponta számolnak fel késedelmi kamatot, amely a jegybanki alapkamat 2%-át jelenti. A polgármesteri hivatal adóosztálya a módosult határidő miatt március 19-én hétfőn rendkívüli ügyfélfogadást tart reggel 8 órától este 6 óráig az ügyfélcentrum 29-es, 30-as, valamint 31-es ablakánál. Március 15-e után a korábbinál egyszerűbb lesz a csok igénylése, ezt Szabó Tünde államtitkár jelentette be Nyíregyházán. Az egyes számú választókerület kormánypárti jelöltje kiemelte, bevezetik az úgynevezett nyilatkozati elvet, amivel több mint 20 dokumentum beadását válthatják ki az ügyfelek. A bankoknak is kevesebb idejük lesz a hitelbírálatra. Azt már 30 napon belül kell meghozni. Szabó Tünde hozzátette, a cél, hogy az eddig is népszerű családi otthonteremtési kedvezményhez többen hozzáférjenek. A csokot indulása óta 68 ezer család vette igénybe, mintegy 190 milliárd forint értékben. Országos szinten 15 ezer új lakás épült, ez 44%-kal több, mint egy éve. Nyíregyházán 1300 család élt a lehetőséggel. Kellett a segítség a fiataloknak is, hiszen most már ahhoz, hogy mondjuk valaki nem hitelképes, tudja segíteni bárkinek a hozzátartozója, a közeli hozzátartozója, vagy a szülők is be tudnak társulni adóstársként, tehát ezzel is tudják segíteni mondjuk a gyermekéket, vagy az is módosult, hogyha valakinek volt már lakása, tulajdona, ettől függetlenül is, hogyha ő vállalja X számú gyermekeket, akkor igen, tudja, lehetősége van neki is, hogy újabb lakáshoz tudjon szerezni, illetve lakáshoz tudjon jutni. Kelet-Magyarország felzárkóztatása is a célja az MSZP párbeszéd választási programjának. A szocialisták országgyűlési képviselője Nyíregyházán azt mondta, a szövetség 10 pontjából 5 kiemelten segíteni a térséget. Mesterházi Attila szerint a bérfelzárkóztatás az egészségügy kérdése, az oktatás helyzete, az Európai Uniós források hatékonyabb felhasználása, illetve a szegénység felszámolása is mielőbbi megoldásra vár. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott,
elhangzott, Magyarországon 2010 és 2016 között az éves átlagbérek 2,7%-kal növekedtek, míg a térség országaiban ez a szám jóval magasabb. Mesterházy Attila kiemelte, céljuk, hogy ne legyen bérkülönbség az ugyanazt a feladatot ellátó emberek között azért, mert egyikőjük az ország nyugati részén vagy a fővárosban él, míg a másik Kelet-Magyarországon. A kormányzatnak lehetnek olyan ösztönzői, olyan intézkedései, amivel egyrészt pozitív módon ösztönzi a cégeket a bérek kiegyenlítésére, másik oldalról pedig standardeket állít föl arra, hogy miért nem lehet különbséget tenni a különböző bérek között. Ez itt Kelet-Magyarországon egészen biztosan fölfelé vinné jelentős mértékben a béreket. Ebben most az a szerencsés helyzet van a következő években, hogy mivel megjelent a munkaerőhiány kérdése is, tehát nem csak munkanélküliség van, hanem ezzel párhuzamosan munkaerőhiány is. Így a gazdasági folyamatok is talán ezt erősítik, és tudják egy picit katalizálni. Biciklist gázoltak el szerda délelőtt Napkor belterületén. Reggel 9 óra körül egy 73 éves férfi szabályosan kerékpározott a Kossuth utcán, amikor egy Nagykáló felől érkező autós a stop táblát figyelmen kívül hagyva ráhajtott az utcára. A biciklist elütötték, az idős férfit mentő szállította el a helyszínről. A gépjárművezető ellen eljárás indult. Az utóbbi napok nagy hőingadozása sokaknál okozott egészségügyi problémákat. A frontoktól való szív- és érrendszeri megbetegedések, vagy a légköri nyomásnak köszönhető fejfájást csak mérsékelni lehet. Gyógyszeres megoldás nem létezik rájuk, mondta el dr. Kis Csaba híradónknak. A háziorvos hozzátette, az elkövetkezendő időszak az asztmában és az allergiában szenvedőknek is tartogat nehézségeket. Rossz hangulat, fáradékonyság, ingellékenység. Ilyen és ehhez hasonló tünetekre számíthatnak azok is, akik egyébként semmilyen krónikus betegségben nem szenvednek. Hiszen a gyakori időjárásváltozások és hőingadozások kisebb-nagyobb mértékben, de szinte mindenki egészségére hatással vannak. Sokan szenvednek a frontoktól, amelyek befolyásolhatják a teljesítő, koncentrációs képességet is, ezáltal az életminőséget, mondta el híradónak dr. Kis Csaba háziorvos. Igazándiból csak mérsékelni lehet, tehát ugye azok, akiknek van valamilyen krónikus szívérrendszeri, légzőszervi megbetegedése, vagy valamilyen egyéb egészségügyi probléma miatt legyengült az általános állapotuk, ők általában azért sokkal nehezebben viselik ezeket a fronthatásokat, különösen akkor, hogyha ilyen nagy hőingadozással, légnyomás változással járnak. Ilyenkor ugye azért még egy teljesen egészséges ember is azt veheti észre, hogy jóval fáradékonyabb, fejfájása jelentkezik, illetve hogy rossz a közérzete, a hangulata ingerlékenyé válik, és azok ugye, akiknek pedig van valami egyéb betegsége, azok a betegségek ilyenkor fellángolhatnak, kiugorhat a vérnyomása, melkasi fájdalmak, nehéz légzés jelentkezhet. Úgyhogy ilyen esetekben természetesen mindig orvoshoz kell fordulni, és ki kell vizsgáltatni a dolgot. Aki krónikus légúti betegségben, aszmában, allergiában szenvednek, azoknak az elkövetkezendő időszak tartogat nehézségeket. Különös tekintettel azokra, akik a koratavasszal virágzó növényekre, mint például a mogyoró vagy a fűzfélékre allergiásak. Ezért figyelni kell, amennyiben a tünetek fellángolnának, fokozódó nehéz légzés, köhögés jelentkezik, feltétlenül forduljunk kezelőorvoshoz, hogy lehetősége legyen a megfelelő terápia beállítására, de a D-vitaminról sem szabad megfeledkezni. Igazándiból ugye Magyarország lakosságának körülbelül a 95%-a legalább enyhe fokú, de 25%-a körülbelül súlyos fokú D-vitamin hiányban szenved, tehát a D-vitamin pótlás az mindenképpen indokolt. A legjobb az, hogyha ezt már egyébként szeptember környékén elkezdi az ember, de aki a tél folyamán nem pótol D-vitamint, az szinte biztos, hogy D-vitamin hiányban szenved, tehát ennek a pótlása feltétlenül fontos. A kezelőorvossal érdemes konzultálni, hogy kinek milyen dózisban ajánlott a D-vitamin szedése, mert nyilván csecsemőknek, kisgyerekeknek más dózisban kell szedni, mint egy felnőtt embernek. Mellette persze ugye ilyen járványos időszakban érdemes C-vitamint, egyéb multivitamin készítményeket is szedegetni. Ha valaki nem különféle készítményekkel szeretné pótolni a vitamin háztartását, akkor sincs semmi probléma. Ebben az esetben kiegyensúlyozott vegyes étrenddel, megfelelő mennyiségű friss zöldség, gyümölcs fogyasztással, azért a vitamin hiányok nagy része kivéthető.
kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi színház elméleti tevékenysége elismeréseként Szabó Márta, a Móri Zsigmond Színház színművésze Jászai Mari díjat vehetett át. Az elismerést Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át Budapesten. Szabó Mártát legközelebb a Don Carlos című előadásban láthatja a közönség. Rangadót nyert a nyíregyházi KC Bécsi János együttese, az éllovasként érkező Balmazújvárost verte 28-26-ra, és sikerével fellépett a tabella második helyére. Az NKC legközelebb szombaton Balassagyarmaton lép pályára. A Balmazújváros az első helyen állva, a nyíregyháziak mindössze egy pont hátránnyal a negyedik helyen várták a 18. forduló rangadóját. A találkozó a csapatok helyezéséhez méltó küzdelmet hozott, a hazaiak szinte végig vezettek, de a két pont sorsa csak az utolsó percben dőlt el. A vendégek az egyenlítésért támadhattak, de egy támadó hibát követően a nyíregyháziakhoz került a labda, és Varga László beállította a 28-26-os végeredményt. Az NKC ezzel zsinórban hatodik győzelmét aratta a bajnokságban. A végjátékban egy picit jobb volt a védekezésünk, de az egész mérkőzést úgy gondolom, hogy mi végig irányítottuk, hisz első félidőben is 3-4 góllal vezettünk, a félidőben 2 volt közte, utána a második félidőben jól kezdett az ellenfél, de újra el tudtunk menni 3-4 góra, tehát az előny végig nálunk volt. A végjátékra azt mondom, hogy ott igen, ott egy pici hiba belecsúszott, egyrészt a kapus teljesítménnyel volt egy kicsi gond, illetve támadásban volt egy-két eladott labda, ami miatt ilyen szorossá vált. Lehetett volna, én azt mondom, egy 5-6 gólos magabiztosabb győzelem, de a közönség szempontjából és a szórakozás szempontjából ez így volt jó. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Mezőkövesd vezeti 27 ponttal, megelőzve a szintén 27 pontos nyíregyházát. A Balmazújvárosnak és a Békésnek egyaránt 26 pontja van. Dobogó a cél, azon belül meg majd meglátjuk, hogy mi lesz, hisz ahogy néztük a tabellát, tehát az első kettőnek is ugyanannyi pont van, aztán a harmadik, negyedik pont helyezetnek is ugyanannyi pontja van, köztünk egy pont különbség van, az ötödik egy 4 ponttal van lemaradva, tehát itt még semmi nem dőlt el. Nekünk nagyon nehéz a sorsolásunk, 6 mérkőzésünk van hátra, ebből 4-et idegenben játszunk, és 2-t pedig a két rivális ellen, a Békéssel és Mezőkövesdel, aki meg szeretnék nyerni a bajnokságot. Tehát nehéz feladat előtt állunk, én mindig az aktuális mérkőzésre koncentrálok, illetve a játékosoktól is ezt kérem, hogy csak egy mérkőzést nézzünk, és majd utána, ha az megvan, akkor nézzük a következőt. Nagyon messze van még a bajnokság vége. Közben jöhet bármi sérülések, nálunk az ellenfélnél változhat a felállás. Én nem szeretek ebbe ennyire előre menni. Én szeretem azt, hogyha megcsináljuk a heti munkát, a hétvégét meglátjuk, hogy mi volt, mire volt elég az, amit kihoztunk, és hogyha nyerjük a mérkőzést, akkor természetesen készülünk a következőre. A nyíregyházi KC legközelebb szombaton lép pályára, akkor a 9. helyezett Balassagyarmathoz látogat Bécsi János együttese. 10. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a Betlen Kupa nemzetközi sakversenyt. 5 korosztályban 11 intézmény, 245 diákja ült asztalhoz a viadalon. Szerdán sakkozók népesítették be a nyíregyházi Betlen iskola auláját. Az intézményben népszerű a sportág olyannyira, hogy az egykor szakkör szinten elindult kezdeményezés mára egy nagyszabású versenyén nőtte ki magát. A Betlen Kupa az indulók létszámát tekintve az egyik legnagyobbnak számít az országban. Az intézményben a sakkélet úgy kezdődött, hogy azt mondtuk Morvai Pál barátunknak, aki idejáró gyerekeknek szülője, körülbelül 13 évvel ezelőtt, hogy amíg a gyerekek a napközi után várakoznak a szüleikre, addig egy sakkszakkör szervezze nekik és sakkozgassanak. Azon kaptuk magunkat, hogy már egy éven belül versenyekre mentek el a gyerekek, és nem csak hogy elmentek, hanem sikeresen szerepeltek, és 2-3 év múlva már országos versenyekre is a gyerekeink eljutottak. És innen jött az ötlet, hogy ha már a gyerekeink versenyeznek, akkor miért ne szerveznénk mi magunk is sakkversenyt, és hát ezzé nőtte ki magát. Korábban a foci Betlen Kupának volt a kísérő rendezvénye, egy néhány tucat versenyzővel, most már 250 körüli versenyző számmal rendezük meg ezt a Betlen Kupát minden évben. A 10. Betlen Kupán 11 intézmény 245 diákja ült asztalhoz. Ezúttal nemzetközi volt a verseny, mivel Szatmárnémetiből is érkeztek sakkozók a viadalra. A FIDE, tehát a Sakkvilágszövetség versenyszabályzata alapján a rapid játékra vonatkozó szabályok irányadók. Különböző korcsoportokban, 5 korcsoportban versenyeznek a gyermekek. Van óvodás korcsoport, 8-10 évesek, 10-12 évesek, utána 15 évig és 15-20 év között is sakkozók mérkőznek meg. Hasonló a verseny korcsoport szerinti beosztása, mint 4 nappal ezt megelőzően a Baptista Országos Kupán Nagyhalászban.
Gunyás Zoltán elmondta, hogy a következő hetekben a megyei csapatbajnoki mérkőzéseken ülnek majd asztalhoz a sakkozók. Hasonló nagy egyéni verseny augusztusban lesz, akkor rendezik ugyanis a nemzetközi nyírségi tornát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 62 ezer vidékfejlesztési pályázatból 11 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a Földművelésügyi Minisztériumhoz. Az elmúlt 7 év alatt az 1300 milliárd forintos mezőgazdasági fejlesztésekre szánt támogatásból 120 milliárdot a szabolcsi gazdák nyertek el. Ezek az adatok a kedden napkoron tartott agrárfórumon hangzottak el. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerint ez is azt jelenti, hogy a térség legerősebb profilja a mezőgazdaság. Március 20-áig érvényesíthetik igazolványukat az őstermelők. A határidő azoknak a legfontosabb, akik főállásban termelnek, mert nekik csak így marad folyamatos a jogviszonyuk. Az ügyintézéshez személyesen kell megjelenni, és azt az illetékes falugazdászok is el tudják végezni. Március 19-én jár le a helyi adók befizetésének határideje. Ez Nyíregyházán közel 45 ezer adózót érint. Az általuk befizetett adókból ebben az időszakban 4 milliárd forintos bevételre számít az önkormányzat, amelynek 70%-át az iparűzési adó teszi ki. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 14-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. A Kárpát-medence fölé váltakozó nedvesség tartalmú, csütörtök napközben 1-2 fokkal enyhébb levegő áramlik. Az előttünk álló éjszaka többször megnövekszik a felhőzet. Esőzápor elszórtan valószínű. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű. Eső, zápor szorványosan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd a keletire forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken sok helyütt elered az eső, majd délutántól délnyugat felől átmenetileg felszakadozik a felhőzet. Szombaton országszerte számítani kell csapadékra. Az esőt egyre több felé havazás váltja fel, helyenként ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. A sokfelé viharossá fokozódó északi szél hófúvásokat okoz. Vasárnap egyre nagyobb területen elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, szorványosan valószínű havazás, hózápor, és a jövő hét elején is csak helyenként várható hószálingózás. Jelentős lehűlésre van kilátás. Vasárnaptól napközben is sok helyen fagyni fog, éjszakánként pedig a szélvédett, vastagabb hóval borított, gyengén felhős tájakon -10 fok alá süllyed a hőmérséklet.